Köszöntöm nézőinket! Önök a Tollatáj Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Koronavírus Pakson, szigorú intézkedések az atomerőműben, több intézmény bezárt. A második hullámra készülnek, kikéri a vállalkozások véleményét a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ajándékok az első osztályosoknak, 5 éve köszönti így a legfiatalabb iskolásokat Szekszárd polgármestere. Hatalmas a forgalom, sok a szabálytalankodó autós, rendőrök felügyelik a rendet az iskoláknál. Megfertőződött a paksi atomerőmű egyik dolgozója. A múlt héten már volt egy biztonsági őr, aki pozitív tesztet produkált, de most egy üzemvitelen dolgozónál is megállapították a fertőzés jelenlétét. Emiatt több intézkedést hoztak az atomerőműben. Több dolgozó házi karanténba került, az erőműben, aki csak teheti, home office-ban dolgozik, nagyobb értekezleteket nem tartanak. A látogatóközpont és atomenergetikai múzeum gyakorlatilag bezárt. Eközben az Erzsébet nagyszálló sem fogad vendégeket, szintén koronavírus miatt. A múlt héten egy biztonsági őrnek, most pedig a paksi atomerőmű egyik saját dolgozójának lett pozitív a koronavírus tesztje. Az első partos, aki egy üzemvitelen dolgozó kollega. A kontaktkutatás megkezdődött, és a pandémiás vezetési csoport a szükséges intézkedéseket megtette, mind a munkavállalók védelme érdekében, mind pedig az elkülönítés érdekében. A beazonosított kontakt kollégák már megkezdték a karanténos időszakukat. Az erőműben több intézkedést is hoztak emiatt. A paksi atomerőmű tájékoztató és látogató központjában, valamint az atomenergetikai múzeumban határozatlan időre felfüggesztik a látogatók fogadását. Az atomerőműben pedig, akinél ez lehetséges, home office-ban folytatják a munkát, az értekezleteknél, megbeszéléseknél próbálják csökkenteni a kontaktust, és 10 fő felett gyakorlatilag leállították a meetingeket. Eközben kiderült, hogy koronavírusos az Erzsébet nagyszállodában hétvégén tartott lakodalom egyik résztvevője is. A hatóság karantént rendelte mindazoknak, akik valamilyen formában kapcsolatba kerültek a fertőzöttel. Így a dolgozóknak is karanténba kell vonulniuk. Megkezdődött az Erzsébet szálló fertőtlenítése, de nyilván miután a személyzet jelentős része érintett volt, és ők karanténban vannak, ezért az első döntés az, hogy 2 hétig a Erzsébet szálló bezár. Pakson egyébként a héten 2 az önkormányzat által fenntartott intézmény dolgozóinál végeznek el összesen 400 koronavírus tesztet. A Paksi Gyógyászati Központ és az Életfa Idősek Otthonában eddig összesen 200 teszt eredménye ismert. A részeredmények szerint eddig egy idősek otthonában dolgozónál állapítottak meg érintettséget. Összesen 365 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 6622 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma, írja a koronavírus.gov.hu. Elhunyt 3 idős beteg, az elhunytak száma így 619 főre emelkedett, 3903-an pedig már meggyógyultak. Tolna megyében 34 fertőzöttet tartanak nyilván a járvány kitörése óta. Felméri a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, hogy milyen kormányzati intézkedéseket látnának indokoltnak a koronavírus járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozások. A kamaránál már a járvány második hullámára készülnek, ezért indítják el jövő héten a felmérést. Március 16-án állította le a kormány az autós iskolák képzéseit a koronavírus terjedése miatt. Onnantól több mint egy hónapon keresztül legfeljebb interneten taníthattak elméletet az oktatók. Az emiatt feltorlódott hallgatóikat csak nemrégen kezdhették el felkészíteni a vizsgákra, új diákokat viszont ezért nem tudnak vállalni, így pénztől esnek el. Most újra belobbanni látszik a járvány, Gould Csaba, a turboautós iskola vezetője azt mondja, ha újra leállítja a kormány a képzéseket, munkahiány több autós iskola egyszerűen tönkre mehet. Annak idején bíztunk benne, olyan, mint a taxisok, hogy kapunk mi is valami kedvezményt, az autós iskolák nem kaptak semmi kedvezményt. Mindenki azért próbál most dolgozni, amennyit lehet, hogy valamennyi tartalékot össze tudjon gyűjteni, és ezek a tartalékkal valahogyan kihúzzák.
Tolna megyében a vendéglátást érintette legrosszabbul a koronavírus terjedése, de szinte valamennyi ágazatban visszaesést hozott a járvány. A megyei kereskedelmi és iparkamaránál most a második hullámra való felkészülésen dolgoznak. Kérdőívet állítanak össze, amit a járvány által legsúlyosabban érintett vállalkozásokhoz juttatnak el. Szeretnék tudni, hogy mi a legtöbb nálunk a vendéglátás turizmus területén, hogy hogyan állnak a vállalkozók, és milyen intézkedéseket várnak, hogy gyakorlatilag a nem csekély visszaesés megforduljon a következő időszakban. A Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara felmérése jövő héten kezdődik, az eredményeket pedig továbbítják majd a kamara országos szervezetéhez, hogy azokról érdemi tárgyalások kezdődhessenek a kormánnyal. Tornazsákot és kulacsot kaptak az első osztályos kisdiákok a szekszárdi önkormányzattól. Ács Rezső, a város polgármestere, 5. éve lepi meg az iskolát kezdő gyerekeket apró ajándékokkal. Azt mondja, fontos, hogy a város logójával ellátott eszközök segítségével is erősítsék a kisiskolások kötődését a Tolnai megyeszékhelyhez. Az első ajándékok átadásán idén Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Csak nektek, csak külön készítette a város. Szekszárd logójával ellátott tornazsákot és kulacsot kapott minden helyi első osztályos a város polgármesterétől. A legfiatalabb iskolások megajándékozását 5 éve kezdte el Ács Rezső. Ezzel egyrészt a városhoz való kötődést szeretnénk erősíteni, szeretnénk emlékezhetni őket az első tanítási napjukra, szeretnénk őket arra emlékezhetni, hogy Szekszárdon kezdték meg a tanulmányaikat, és szeretnénk azt is üzenni, hogy függetlenül attól, hogy milyen fenntartásban vannak az iskolák, a város odafigyel rá, odafigyel a gyerekekre, odafigyel a képzésre, oktatásra. A járványügyi helyzetre való tekintettel idén a gyerekek nem személyesen a polgármestertől vették át az ajándékokat, azokat dobozban az iskolák kapták meg. Az ajándékozáson Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett. Ő azt mondta, az elmúlt hetekben Tolna megye mind a 109 településének polgármesterét személyesen kereste fel, aminek során a tervezett fejlesztéseik mellett a járványra való felkészülésről is egyeztetett a településvezetőkkel. Azon vagyunk, hogy megvédjük a gyerekeket, a tanárokat, és ezáltal a családokat, a szülőket is, és hát ebben a munkában ki szeretném én is venni a részemet, most különösen oda kell figyeljünk egymásra. Szekszárdon idén összesen 2800 diák kezdte meg a tanévet. Rendőrök felügyelik a rendet az iskolák közelében található gyalogátkelőhelyeknél és parkolókban Tolna megyében. A tanévkezdéskor megnövekedett forgalom és a szabálytalankodó autósok miatt van erre szükség. Rendőrök segítenek átkelni a gyerekeknek, családoknak a DNS Valéria általános iskola előtti gyalogátkelő helynél. A felvételeken jól látszik, hogy hatalmas az autós és a gyalogos forgalom, szükség van a rendőri jelenlétre. Az egyenruhások nem csak azt figyelik, hogy a gyerekek biztonságban át tudnak-e kelni a zebrán, hanem azt is, hogy az autósok betartják-e a közlekedési szabályokat, megadják-e az elsőbséget a gyalogosoknak, szabályszerűen parkolnak-e. Gyakorlatilag áll a sor a Baka István általános iskolánál található kereszteződésnél reggelente. Olyan sokan érkeznek a járművel az intézmény előtti parkolóba. Tetézi a helyzetet, hogy itt több bevásárlóközpont is található, ahova szintén sok autós érkezik a reggeli órákban. A rendőrök itt is segítik a zebrákon való áthaladást és irányítják a forgalmat, ha szükséges. Gyakori a szabálytalankodás is, mondja Komlósiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Nagyon sokan az iskoláknál, a bejáratnál szeretnék letenni a gyermeküket, hogy minél kevesebbet kelljen a gyereknek sétálni. Ezt nagyon sokszor úgy teszik meg, hogy bekapcsolják a jármű vészvillogóját, és ezzel azt gondolják, hogy minden rendben van. Ez ugye sajnos nem így van, hanem megkérünk mindenkit arra, hogy amikor a gyermekét az iskolába viszi, akkor egy kijelölt parkolóhelyen álljon meg, ott tegye ki a gyermeket, kísérje be az iskolába, és így menjen el dolgozni. Szeptemberben a rendőrök azoknál az oktatási intézményeknél vannak jelen, ahol reggelente nagy a forgalom. Így Szekszárd valamennyi általános iskolájánál segítenek a gyerekeknek iskolába jutni. A kisebb településeken pedig körzeti megbízottak látják el ezt a feladatot. Rendőri intézkedés közben lett rosszul egy 26 éves férfi Tevel központjában kedd délután. A tolnai férfi fulladni kezdett, majd megszűntek az életfunkciói.
A fiatalembert ellenőrzés alá vonó Bonyhádi rendőrkapitányság körzeti megbízottja, Dékány Ferenc főtörzs azonnal megkezdte az újraélesztést, majd a mentők kiérkezéséig folytatta a mesterséges lélegeztetést. A férfit állapotának stabilizálása után mentőhelikopterrel vitték kórházba. Minden ötödik ember allergiás, és számuk folyamatosan nő Magyarországon. Még hónapokig a talajmenti fagy beáltáig okozhat tüneteket a parlagfű pollenje az allergiásoknál. Civil szervezetek szerint szigorítani kellene az ellenőrzéseket, mert a gyommal szennyezett terület kevesebb, mint 1%-át találják csak meg. Idén eddig a hatóság 5,7 millió forint bírságot szabott ki. A legtöbb eljárás Pest, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád megye területén indult. Összesen 15 megyében 106 esetben szabtak ki bírságot, amelynek összege az idén 15 ezer és 150 ezer forint között alakult. Neves kutató érkezett Medinára, hogy a bibliai ételekről és étkezési szokásokról tartson előadást a református parókián. A település az egyházi kulturális programsorozat megvalósítására a Magyar Falu programból nyert 5 millió forintot. A 8 előadásból álló sorozat utolsó előtti témájára ülhettek be az érdeklődők. 2019-ben a Medinai Református Leányegyház közösség pályázatokat nyújtott be a Magyar Falu program keretein belül. Az üresen álló parókiák támogatása című pályázaton 22,79 millió forintot, míg az egyházi kulturális programsorozatra 5 millió forintot nyertek. Így tudták megvalósítani a 8 bibliai témájú előadásból álló sorozatot a felújított református parókián. Körülbelül kétharmada ment a parókiára, 15 millió forint, 5 millió forintot nyertünk el az egyházi kulturális programsorozat megvalósítására, illetve az illetékes technikai eszközök beszerzésére, egyharmadának egy része pedig a közművelődési szakember bérére, programszervezésre. Az augusztus 29-én megtartott előadás témája a bibliai étkek és étkezés volt, amit a neves kutató és biológus, a Nemzeti Botanikus Kert kurátora Fráter Erzsébet tartott az érdeklődőknek. A Bibliát, hogyha valaki olvassa, akkor lépten nyomon belebukkan ebbe a témába, hogy mit ettek, hogy ettek, milyen módon ették, hogy az ételeknek milyen szimbolikus jelentőségük van. Erről hoztam egy kis csokorral, úgyhogy erről szeretnék itt beszélni a hallgatóságnak. Az utolsó előadást a Bor és a Szőlő kapcsolata a Bibliában címmel tartják szeptember 12-én a Medinai Református parókián. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Fejleszt a kaposvári húsipari cég, új munkahelyek jönnek létre. Vári Éva Pécs új díszpolgára, ünnepi közgyűlést tartottak a Baranyai megyeszékhelyen. Elég volt a várakozásból, az ÖPE szerint gazdasági fejlesztő programot indítana az ellenzék Pécsett. Hatalmas fejlesztésekbe kezd a jövőben a kaposvári húsipari vállalat. A cég elérte maximális kapacitását, ez is szükségessé teszi a bővítést. Ennek kereteiben a többi között új hűtőház és új készítményraktár is épül a vállalatnál. Ezen az évek is tudunk nőni körülbelül a volumen egy 10%-kal, és 2020 úgy várunk, hogy a évvége egy 53 milliárd lesz a bevétel, és 50%-e ez az exportpiac származik. A növekvő kapacitás új munkaerő felvételét is igényli a cégnél. Jelenleg is 50-70 dolgozót keresnek, nem csak henteseket, hanem gépkezelőket és műszaki szakembereket is. A következő évek fejlesztései a cég bővülése mellett új munkahelyeket is jelentenek, mondta Szita Károly kaposvár polgármestere, aki a megyeszéke egyik fontos vállalatának nevezte a Kométát. A nehézségeket követően egy olyan dinamikus pályát jártak be, amelynek eredményeként az elmúlt 6-7 esztendőben megduplázódott az árbevételük, és megduplázódott a foglalkoztatottsági létszám is. A város számára mindig is fontos partner volt a Kométa, mert három dolgot mindig is jelentett. Az egyik a munka becsületét, a másik egy tradicionális ágazatnak, a húsipari ágazatnak a megbecsülését, és a harmadik, ami nagyon fontos,
egészséges élelmiszereknek a gyártását. Szita Károly és a Kométa vezetése befektetőkkel tárgyalt, hogy miként és mikorra juthat el a cég a kitűzött célig, vagyis hogy Európa egyik meghatározó húsipari vállalata legyen. Mint azt a Kométa ügyvezetője elmondta, a fejlesztéseknek köszönhetően 120-130 milliárd forintos éves árbevételt remélnek. A tervek szerint a húsipari cég újabb beruházásai 2021 tavaszán kezdődnek el. Ünnepi közgyűlést tartottak Pécsett szeptember 1-én a Városnapja alkalmából. A Zsolnai negyedben tartott összejövetelen kiosztották a város díjait. Idén a Pécs díszpolgára címet Vári Éva színművésznő kapta. Péterfi Attila polgármester beszédében azt mondta, a koronavírus járvány miatt idén a védekezésre kellett összpontosítaniuk, így nem tudott megindulni teljes mértékben az a munka, amit tavaly októberi megválasztásukkor ígértek. Terített asztalok és szájmaszkos városi képviselők vendégek a Pécsi Zsolnai negyed E78-as termében kedd délelőtt. Itt tartották az önkormányzat ünnepi közgyűlését a Városnapján. Új pályára kívántuk állítani a pécsi gazdaságfejlesztését, teljesen új mederbe terelni az önkormányzat lakásgazdálkodását, újra gondolni a város és az egyetem, az önkormányzat és a pécsi cégek viszonyát. Nekiláttunk annak a hosszú és fáradtságos munkának, amelytől ma is azt remélem, hogy megváltozik a közbeszéd, a politikai kultúra, hogy mindezek újra méltók lesznek egy olyan nagy múltú városhoz, mint Pécs. Ezt tervezte megvalósítani az új városvezetés, de a koronavírus járvány közbeszólt, összegezte az elmúlt 11 hónapot a polgármester nyitóbeszédében. A pandémia miatt azonban a védekezésre, a közterületek fertőtlenítésére, védőeszközök beszerzésére kellett fordítani az erőforrásokat, mondta Péterfi Attila. Az ünnepi közgyűlésen kiosztották a város díjait is. Idén Pécs díszpolgára Vári Éva színművésznő lett a városi képviselőtestület döntése alapján. Először is nem akartam elhinni, hogy nincs ebben valami tévedés, hogy ezt a díjat nekem ítéltek meg, de minden esetre ez egy életmunkájának a betetőzése. Úgy érzem, hogy itt éltem Pécsen, és élek a mai napig is. Ekkora kitüntetésre nem számítottam, de minden esetre boldogság, ha az embernek megsimogatják a fejét, és elismerik azt, amiért ebben a városban élt. A díszpolgári cím mellett Pro Communitate és Pro Civitate díjakat osztottak, valamint városházi emlékérem kitüntetéseket, de díjazták a sport, az oktatás területén dolgozókat, a város fiatal tehetségét is. Szeptember 1-én a Pécsi Egyetem alapításának napján ünnepeljük minden évben Pécs város napját. Továbbra sem hirdetett gazdasági ciklusprogramot a városvezető, ezt kifogásolta az ünnepi közgyűlés után az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője. Kővári János szerint az elmúlt 11 hónap alatt nem derült ki, hogy milyen elképzelések mentén növelné Pécs bevételeit, illetve gazdasági erejét a mostani városvezetés. Ezért az ÖPE önálló gazdasági programot hirdet. Ezeket előterjesztések formájában beviszi a városi képviselőtestület elé. Nagyon várták a pécsi polgármester beszédét, de nem kaptak választ arra, milyen gazdasági programot akar megvalósítani. Ezt mondta az ünnepi közgyűlés után az Összefogás Pécsért Egyesület képviselője. Miután egy éve már gazdasági programot kellett volna hirdetnie, ciklusprogramot, hogy talán ez most megtörténik, ez sajnos nem történt meg, egy ilyen sajnálkozós, depressziós hangulatú összefoglalása volt az elmúlt egy évnek, aminek a legnagyobb sikerének azt nevezte a polgármester úr, hogy a PMFC bejutott az MB2-be, aminek egyébként mindannyian örülünk, de ez alapvetően nem az önkormányzat érdeme. Ezért úgy gondoltuk, hogy ha már a polgármester nem hirdett ciklusprogramot, akkor az Összefogás Pécsért Egyesület ezt megtenné. Az ÖPE a helyi termelők, gyártók termékeit segíteni a piacra jutásban. Kővári szerint a turizmusra, a külföldi diákokra építeni a város bevételeit a járvány miatt nem lehet. A közlekedésben az elektromos buszok beszerzését erősítenék, mert a városi költségvetésből 2 milliárdos tétel a mostani buszok üzemeltetése. Szorosabb együttműködést akarnak a helyi civilekkel, az egyes városrészek képviselőivel, valamint az egyetem és a helyi iparkamara vezetésével. Azt szeretnénk, hogyha ez a város újra a pécsieké lenne,
lenne elsősorban, de nem elszigetelődve a közegünktől, a régiótól, a megyétől, az országtól és a többi szereplőtől, hanem integrálva, együttműködve a város felemelkedéséért. Úgy gondoljuk, hogy az egyéves totojázásnak véget kell vetni, és ideje a polgármester úrnak kézbe venni a város irányítását ezen elvek mentén, amiket mi is képviselünk. Ezért nem fognak tétlenkedni, és javaslataikat folyamatosan benyújtják a városi közgyűlésben, mondja Kővári János. Céljuk, hogy kezdődjön el az a munka, amely erősíti Pécs gazdaságát, olcsóbbá teszi a város működtetését. Közel 200 gazdasági témájú könyv érkezett a Pécsi Tudásközpontba szeptember 1-én. Ezen a napon indította el MNB könyvsarok programját a Magyar Nemzeti Bank, melynek első állomása a Baranyai megyeszékhely. Geopolitikai, közgazdasági, gazdaságtudományi és menedzsment irányokban olvashatnak szakirodalmat az érdeklődők. A Magyar Nemzeti Bank által létrejött könyvsorok kapott helyet elsőként Pécsett a Tudásközpontban. Az MNB szeptember 1-én indította útjára programsorozatát, melynek keretében magyarországi egyetemek könyvtárai támogatják különböző gazdasági témájú szakirodalommal. Közel 200 kiadvány, szakkönyv és tudományos publikáció érkezett a Baranyai megyeszékhelyre. Ezeknek a tárgya elsősorban geopolitikai, közgazdasági, gazdaságtudományi, menedzsment tárgyú szakkönyvekről van szó. Minden kiadványunkat az jellemez, amit ide elhoztunk, hogy nagyon aktuális, friss kiadvány, tehát az utóbbi 1-2 évben megjelent könyvekről van szó. Az átadó ünnepségen elhangzott, a magyar gazdasági felsőoktatásnak folyamatosan változó feladatkörei vannak. Ezeket részben a társadalom, részben a kormányzat is elvárja az intézményektől, azonban ennek csak úgy tudnak megfelelni, ha a hagyományos finanszírozói, támogatói, együttműködői kör is bővül. Ebben egészen biztosan nagy szerepe lehet a vállalatoknak, az üzleti szférának, és még itt komoly tartalékok is vannak, de nagyon fontos az is, hogy a szakmában működő, független magyar intézmények is egyébként ebben, mint ahogy azt tették is tradicionálisan, de hogy ezt a feladatukat, ezt a lehetőségüket, ezt a felelősségüket, ezt a jövőben is fölvegyék és ellássák. Az egyetemi képzésben részesülő gazdasági területen hallgatók pedig hozzájárulhatnak ehhez a folyamathoz, tette hozzá Sebb Zoltán. A Magyar Nemzeti Bank könyvsorok programja is ezt a célt támogatja. A jövőben rendszeresen fél évente megküldik az új kiadványokat, akár több példányban is térítésmentesen. Emellett a határokon túl is szeretnének majd ilyen lehetőséget biztosítani. És végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat, még egyszer röviden. Koronavírus Pakson, szigorú intézkedések az atomerőműben, több intézmény bezárt. A második hullámra készülnek, kikéri a vállalkozások véleményét a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ajándékok az első osztályosoknak, 5 éve köszönti így a legfiatalabb iskolásokat Szekszárd polgármestere. Hatalmas a forgalom, sok a szabálytalankodó autós, rendőrök felügyelik a rendet az iskoláknál. Csütörtökön változóan felhős lesz az ég, csapadék nem várható. Mérsékelt északnyugati szél fúj, kissé emelkedik a hőmérséklet, napközben akár 26 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!